A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, Tele értékkel Székesfehérvár szolgálatában címmel rendezte konferenciát a Városházán, amelyen az idén 15 éves önkormányzati cégek mutatkoztak be. A mai köztérben a Székesfehérvári Turisztikai Kft-t és a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft-t ismerhetik meg, számítunk figyelmükre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki itt megjelent ma. Aki nem ismerne, annak bemutatkozni, Guti Péter vagyok, és a Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője 2011 óta, immár 13 éve. A mai prezentációra készülve először az jutott eszembe, hogy az előző konferencián az elődeinknek milyen hosszú időtávokra visszatekintő múltjuk van, és mi milyen nehéz helyzetben leszünk majd akkor, amikor be kell mutatkozni, hogy kik is vagyunk és mit csinálunk. De aztán, ahogy összeraktam a fejembe, hogy ma mit szeretnék Önöknek megmutatni abból, amit az elmúlt 13 vagy 15 évben csináltunk, igazából a végén oda jutottam, hogy még ma is törölnöm kellett diákat, hogy abba az időkeretbe beleférjek. Ígérem, nem fogom sokáig rabolni az idejüket, és el is kezdeném. Kezdjük talán először az általános információkkal. Ugye közhasznú non-profit Kft.-ként működik a Városfejlesztési Kft. 2009-es alakítása óta, jelenleg 120 fő alkalmazottal, és a tavalyi árbevétele az picit meghaladta 1,5 milliárd forintot. Erről azt kell tudni, hogy 98%-ban az árbevételünk az az önkormányzattól származik, tőle az a neki végzett szolgáltatásokért járó pénzről beszélünk itt, tehát üzleti tevékenységünk azért nincsen, ennek társadalmi haszna van a helyi közösség számára, azt gondoljuk. A társaság központja egyébként az Irányi Dániel utcában van. Ha kezdetekre kell visszatekinteni, akkor 2009-ben a Kft. Alapításakor az önkormányzat projektmenedzser szakirodájának az alkalmazottai kerültek kiszervezésre, és az ő 5-6 fős tábjukkal indult, akkor az uniós források, finanszírozások, projektmenedzsment feladataira a cég. Aztán 2010-től lehet egyébként velem vitatkozni erről, de én ezt gondolom, hogy 2010-ben az önkormányzatisággal kapcsolatosan új dolgok jelentek meg, és a korábbi hatósági hivatali feladatokhoz képest megjelent a társadalmi igény azokra az önkormányzatokra, akik képesek fejleszteni és képesek szolgáltatni a helyi közösségek számára, és szerintem az elmúlt 13-15 évben ennek a struktúraváltásnak vagyunk a tanúi, itt Fehérváron biztos, mi meg az eszközei mindhárman, akik itt ülünk, vagy mindhárom cég dolgozói. Na most, ha azért a múltba vissza kell tekinteni, akkor itt vezérigazgató úrral ma reggel beszéltünk éppen arról, hogy az ő jóváhagyását bírva azért nekünk van múltunk és szellemi örökségünk a korábbi ingatlankezelő vállalat tevékenységével kapcsolatosan, amit aztán ugye a Szép Hő csinált, és 2013-tól a Városfejlesztési Kft. Végez ez a helyi önkormányzati ingatlankezelési feladat, illetve egy ide tartozó momentumnak érzem azt is, hogy Siklósi Gyula professzor úr 2017-es haláláig a kollégánk volt. És az a sajátos tudás és ismeretanyag, ami az ő fejében volt, az ugye a városi fejlesztések előkészítésénél és a kivitelezésnél sok fontos és hasznos információval bírt, de Gyula bácsiról azt is elmondhatom, és a kollégáim emlékeznek arra, hogy amíg az egészség engedte, ő mindig bejött közénk, és kereste, és meg is találta azokat az alkalmakat, ahogy erről a sok tudásról, meg ismeretről, a maga sajátos módján nekünk
át tudjon adni információkat, és ebbe megerősítette azt, hogy milyen fontos és felelősségteljes munkánk van, és milyen fontos és felelősségteljes az a feladat, amit mi végzünk. Örülünk annak, hogy Székesfehérvár tovább viszi Gyula bácsi örökségét más formába. A társaság missziójáról én most ezt itt szövegszerűen nem olvasnám föl, talán kiemelném a lényeget, ami a helyi épített környezetnek a proaktív fejlesztése, a fenntartható működése és a helyi közösség javára történő üzemeltetése, ez a feladatunk igazából. A szervezet nyilván nálunk is úgy épül fel, ahogy itt az ügyvezető kollégám bemutatta, van nálunk is egy általános a gazdasági társaságok működtetéséhez szükséges alapszervezet, ami az igazgatást segíti, és erre épülnek rá azok a tevékenységi körök, amik azért az összetettségük miatt nehezen definiálhatók ilyen szoros halmazba, de mégiscsak valamilyen rendszert kell ebbe teremteni, és akkor, ha kell, akkor az épületüzemeltetés, műszaki ellenőrzés, építészeti tervezés és önkormányzati ingatlan kezelés, ezek azok a feladatkörök, ahol mi feladatokat látunk el. Egy picit próbálom interaktívvá tenni ezt a prezentációt, és úgy általában a fejlesztésekről beszéljünk először, és hadd kérdezzem meg önöktől, mit gondolnak, hogy mi kell egy város fejlődéséhez. Van-e erre valami ötletük és javaslatuk? Kíváncsi lennék, hogy mit gondolnak. Jó. Nagyon jó. Hát akkor innen át is veszem a szót. Igen, pénz. De önmagában, és ez az én hitem, és én ezt gondolom, lehet vele vitatkozni, a pénz az nem elég. Szükség van olyan jövőképre, amit igazából nem feltétlenül a műszaki tudományok területéről, hanem a társadalomtudomány területéről érkezők tudnak jól meghatározni, mert nekik vannak meg azok a szenzoraik, azok az érzékelőik, amik igazából képesek felmérni azt, hogy a helyi közösségnek milyen fejlődési irányokat érdemes meghatározni. És ezek a tiszta jövőképek aztán az evolúciójuk vagy a fejlődés folyamatában lebontódnak világos célkitűzésekké, ezekből konkrét célok fogalmazódnak meg, és ehhez operatív végrehajtási szinten sok-sok ember munkája szükséges. Ezt azért gondolom, hogy itt mindenképpen el szeretném mondani, mert senki ne gondolja azt, hogy ez egy ember vagy egy szervezet képes egy város fejlesztését egymaga vinni. Szó nincs erről, itt a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, az önkormányzati hivatalnak és az összes cégnek, még akkor is, ha nem fejlesztési KFT a neve, nagyon fontos és nélkülözhetetlen feladata van, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhassanak. Hogy ez hogy épül föl, ennek én egy egyszerűsített leképezését úgy gondolom, hogy akik ebben részt vesznek ebbe a feladatellátásba, annak a piramis csúcsán azok ülnek, akik ezeket a stratégiai célokat, ezeket a jövőképeket, ezeket a víziókat, amik előre tekintenek a jövőbe, nem holnapra, holnap utára, hanem 10 éves perspektívákba, ezeket megfogalmazzák. Aztán van egy taktikai szint, akik még szintén azok az emberek, akik ezeket a megfogalmazott célokat kitartó, elkötelezett munkával a háttérben, még amikor valószínűleg ez nincs is kinn a köztudatban, hogy milyen fejlesztések vannak előkészítés alatt, ők viszik a lángot, irányítják a folyamatokat, keresik azokat a megoldási eszközöket, amikkel ezek a fejlesztések aztán megvalósulhatnak, és van az az operatív szint, ahol az előbb említett szereplők, akik felkészült csapatok, mindenki önállóan is, civil partnerek, egy összehangolt és szervezett feladat vagy munkavégzéssel végrehajtják ezeket a dolgokat. És szándékosan ez egy körfolyamat az én fejemben, mert a fejlődés soha nem olyan, hogy A-ból B-be tart, hanem szerintem ez egy örök körforgás és egy soha meg nem álló folyamat.
Hogy ez Fehérváron hogy képeződött le, itt most egy időutazásról hívok mindenkit, és talán ezen keresztül tudom a legszembetűnőbben bemutatni azt, hogy mi milyen minőségünkbe, milyen feladatkörökbe kapcsolódtunk be ebbe az elmúlt 15 évben lezajlott fejlődésbe. Hát az első ilyen vízió, talán amit mögé rendelhetünk, az egy élhető és biztonságos város, ami megfogalmazásra került, és hogy ez hogyan lett lebontva aztán részcélokra, hát 2010-ben az önkormányzat megalkotta az új lakásrendeletét, és készített egy lakáskoncepciót, amiben meghatározta azt, hogy ő mit gondol a bérlakás rendszer üzemeltetéséről. Majd ennek az operatív végrehajtási szintjén születtek olyan intézkedések, amiknek a következményeivel ma városszerte találkozhatunk. És most indul az időutazás, 2012, Móri út 8, nem tudom, hamar kopik az embereknek az emlékezete, de nem volt mindig ez a béke Székesfehérváron, és voltak olyan helyszínek, ahol az ott élők számára se volt fenntartható, és a környezetük számára se az a körülmény, ami 2010-re kialakult. Szerintem nekünk egy fontos szerepünk volt ebbe, de nem csak mi vettünk ebbe részt, hogy ezek a helyszínek, amiket itt felsorolok, a Móri út 8, a Palotai út 13, a Széchenyi 76, vagy a Szent Vendel köz, egész a hosszú sétatér 64-ig bezárólag, ma már teljesen más, hogyan néznek ki. A diákon látják azt a Móri út 8-as, talán márciusi napot, amikor az ottani helyzet rendezése elindult, és ott látják a mai utcaképet, ahol a szép hőnek a fejlesztése valósult meg. Hasonló helyszíneket fogok most bemutatni. Ez a Palotai út 13 épülete, ebbe ingatlan kezelő minőségünkbe vettünk részt ekkor, vagy az ingatlan kezelői oldalról vettünk részt, még nem voltunk ingatlan kezelők, de ennek a szervezési, bonyolítási hátterébe vettünk részt. Az operatív végrehajtásban a társcégek, köztük a Városgondnokság közreműködött. A korábbi Palotai út 13-as helyszínen ma a helyi közösséget szolgáló, nem tudom hány gépjármű elhelyezésére alkalmas közparkolót működtet a Városgondnokság. Aztán, akik korábban jártak a Vidi meccsekre, és a hosszú sétatéren mentek a régi stadion felé még, azok egész biztos emlékeznek, hogy a hosszú sétatér az egy ilyen zűrös környék volt. 2014-ben történt ott egy változás, és a képeken látszik, hogy itt egy akadálymentesített önkormányzati bérlakások 8 darab, azt hiszem annyi került kialakításra. Ebben már ingatlan kezelő minőségünkbe vettünk részt, de a terveket is magát mi készítettük az akadálymentesített kialakításra, a kivitelező pedig a Városgondnokság volt. Azóta is a fogyatékkal élőket szolgálja ez az épület. És a környezet meg konszolidálódott, azt gondolom, ha ma már arra megy valaki Vidi meccsre az új stadionba, akkor látja, hogy milyen nagy a különbség. Széchenyi 76, a képeken látják a kollégáimat is, ez az épület is elbontásra került, ugye ez a vasút, illetve ez két épület valójában. A vasút mellett volt, szerintem fenntarthatatlan volt az a körülmény, ahogy ott az emberek laktak. Sikeresen sikerült őket más bérlakásokba elhelyezni, és egyébként meg a helyi környezet rendezése is megtörtént mindenhol. Az önkormányzati ingatlankezelés, amire utaltam, ez az első olyan nagy csoport, amiről itt be tudok számolni, vagy beszeretnék számolni önöknek. 868 darab lakása van jelenleg Székesfehérvárnak, és 608 darab egyéb ingatlanja. Amikor mi ezeket a feladatokat a Szép Hőtől ugye 2013-ban átvettünk, akkor a feladattal kollégák is jöttek, és ma kitüntetettek között van egy olyan kolléganő, aki ebbe a feladatát szervezésbe azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen szerepet játszott, és az, hogy ez akadály nélkül folyamatosan meg tudjon valósulni, és ebből a bérlők valójában semmit ne érezzenek, ebbe neki és sok más kollégáknak is elévülhetetlen érdeme van. Jelenleg ezeknek a bérleményeknek az ellenőrzését végzik a kollégáim, a közüzemi ügyeket intézik, hogy komfortos legyen a lakóknak, a visszavételek és az átadások. Ugye évente 600 új szerződést kötnek körülbelül,
és az önkormányzat nevében mi szedjük be a bérleti díjakat is ebbe a keretbe. 15 ezer darabot meghaladó az a pénzügyi bizonylat, amit kibocsátunk. Fontos innováció volt az átszervezéskor, hogy mi az egész alá kerestünk egy olyan ügyvitelt támogató rendszert, amit nem találtunk a piacon, mert hogy ilyen nem volt, nem létezett akkor. Ezért nagy fába vágtuk a fejszénket, és egy saját fejlesztésbe kezdtünk. És a korábbi Excel-es adatbázisokból mi mindjárt az összes információt ebbe az általunk fejlesztetett rendszerbe emeltük be, és a mai napig ez e köré épül a feladatellátás, tehát ez adja az alapját ennek a dolognak. Olyannyira sikeres ez, hogy közben több más önkormányzat is nyilván némiképp átalakítva, de ezt a rendszert használja. Ma már karbantartás modullal kiegészítve a szerződéskötésektől, gyakorlatilag a számlázáshoz az adatszolgáltatás minden ebbe a keretrendszerben van. Van ennek a területnek még egy innovációja, ez a bérlakás licit, amiben szerintem Székesfehérvár szintén úttörő volt. Ugye itt a piaci hasznosításra szánt bérlakásoknak a piaci pályáztatási rendszerének az online megvalósításáról beszélünk, és ez mai napig működik, már nem csak a lakásokra, hanem az egyéb helyiségekre, sőt, én úgy tudom, hogy tavaly már a Városgondnokság ennek az alapjaira fejlesztette ki azt a modult, amivel ő az adventi időszakban, meg egyéb időszakban az eladó faházaiknak a pályáztatását végzi. A belváros, mint közösségi tér, és élhető, történelmi múltjára büszke város, talán ez az a vízió, amit tehetnénk amögé a gondolat, vagy azok mögé a konkrét feladatok mögé, amit a belváros rehabilitációjának a folytatása, a belvárosi épületfelújítási programok és a rendezvények, amik a mai napig ott megrendezésre kerülnek, ezek mögé, amit oda lehet tenni gondolatot. Itt akarom megjegyezni azt, hogy önmagában infrastruktúrát fejleszteni, épületeket, teret építeni, szép dolog, de nem elég, mert ezt meg kell tölteni élettel ebbe, ahogy polgármester úr is mondta meg, a Kriszti nyilván majd utánam el fogja mesélni, hogy ebbe be kell költöztetni az életet, ebbe programot kell szervezni, hogy valójában tényleg úgy hasznosuljanak ezek a fejlesztések a közösség javára, ahogy azt az eredeti víziók és célok szolgálták. Az, hogy ez a belvárosi rehabilitáció meg tudott valósulni, ebbe szintén rengeteg partnernek, a helyi kereskedőknek, a közműszolgáltatóknak, a lakóknak és sok-sok más szereplőnek is elévülhetetlen érdeme van. Ebbe a feladatellátásba mi műszaki ellenőrként tudtunk bekapcsolódni. A képeken itt látszik a régi és a mostani főutcát, ezt különösebben nem kell magyarázni, szerintem aki ismeri ezt, az mindenki tudja, hogy ebbe hatalmasat lépett előre Fehérvár. És ennek az élhető belvárosnak az egyik gyöngyszeme szerintem itt középen a Himerház, annak az üzemeltetését is mi végezzük, ezt csak itt szeretném megjegyezni. És folytatva tovább ezt a gondolatot, még mindig a belvároshoz kapcsolódóan, és a közösségi funkciók, és a legyen élet a belvárosba gondolat köré, ide tudom hozni a Petőfi Múzeum, vagy a mozinak a felújítását. Az épületet ugye nagyon rossz állapotban volt már, mi voltunk az ingatlankezelői, ugye amikor a Széphőtől ez is átkerült hozzánk, és igazából készítettünk rá egy fejlesztési koncepciót, ami támogatást kapott, sikerült hozzá forrást találni, és műszaki ellenőrként aztán mai napig is ez a helyi közösségi életnek egy fontos helyszíne. Bírom a kollégáimnak az engedélyét arra, hogy egy picit megszemélyesítsem itt ezt az egész prezentációt, és a képeken azoknak az építész kollégáim, vagy azokat az építész kollégáimat látják, akik most jelen pillanatban aktívan dolgoznak, de az összes fejlesztés, ami hozzánk kapcsolódik, az nem rájuk korlátozódik. Tehát sokkal több tervező, sokkal több szereplő vett ezekbe a feladatokba részt. Akik most a képen látszanak, ők a Tóparti gimnáziumnak a felújításával, a Kodolányi és Ibli gimnáziumnak a felújítási tervezésével, a Vasvárinak a tervezésével,
az imént említett uszoda tervezésével foglalkoznak, és általában nálunk a szervezetnél is fontos az, hogy mindig frissítsük és képezzük a tudásunkat. Ők ebbe a körbe többen sikeresen levizsgáztak, és immár BIM szakmérnökök. Aki ismeri az építészeti jogszabályoknak az alakulását, az könnyen beláthatja, hogy nem sokára enélkül, a nélkülözhetetlen tudás nélkül valószínűleg nehéz lesz ezen a piacon boldogulni, és az ő alkalmasságukkal mi is megszereztük az alkalmasságunkat, azt gondolom ahhoz, hogy ebbe az új szabályozási környezetbe is majd ilyen feladatokat tudjunk ellátni. A következő dián a műszaki ellenőr kollégáim látszanak. Igazából a teljes spektrumot lefedjük az építészettől a szakági műszaki ellenőrzésen, és néhány olyan helyszínnek a fotója látszik, ahol ilyen minőségünkben mi részt vettünk a feladatellátásba. Ilyen minőségünkben is, mert nem feltétlenül csak műszaki ellenőrként, ugye ez a rendházépületnek a főutcai felújítása, aminek a terveit is a Városfejlesztési Kft.-nél dolgozó tervezők jegyzik, aztán az aréna építkezésen ott projektmérnöki feladatokat láttak el, szintén a rendháznak, vagy a kőtárnak a fejlesztésénél tervezőként és projektmérnökként vettek részt, ők, akik a műszaki ellenőrzési feladatokat ellátják. Milyen területekre koncentrálódtak ezek a fejlesztések 2010 óta? A kultúra, a művészetek, az oktatás, amiben mi bekapcsolódtunk tervezőként, műszaki ellenőrként és üzemeltetőként is. A képen ugye látnak egy már megvalósult projektet, ez a kőtár, ami az előző diákon is szerepelt. Itt tervezőként voltunk jelen, és most a múzeumi szakemberek munkáját műszaki üzemeltetőként segítjük. Aztán van a Kodolányi Gimnáziumnak a felújításra váró épülete, aminek az első üteme most éppen kivitelezés alatt áll, ennek a terveit szintén Városfejlesztési Kft.-nél dolgozók jegyzik, műszaki ellenőrként veszünk részt a projektben, és van még egy megvalósításra váró terv nálunk, ez a Gárdonyi Géza Művelődési Háznak a tervei, ezt látják a felső dián. Az imént említett oktatási intézményekről láthatnak még itt képeket. Középpen van egy bölcsőde, ez az Úrhidai úti bölcsőde, ugye ez is egy megépült dolog. Itt is műszaki ellenőrként, üzemeltetőként és tervezői minőségünkben is jelen vagyunk. A belvároshoz kapcsolódik még a rendház, erről is beszéltem már korábban. A belváros megújítása, fejlesztése az nem csak maga a térrendezésbe valósult meg, hanem a környező épületek, jellemzően önkormányzati épületeknek a fejlesztésével is. Szerintem a rendháznak ezt a megújult új funkcióbővüléssel kialakult terét sokunk látta már, és aktív közéleti helyszín lett, nem csak múzeumi, hanem egyéb rendezvények is zajlanak most ott. Szintén még erről tettem be ide néhány képet. Aztán átkanyarodnék a sport létesítményekre azzal a felütéssel, hogy Székesfehérvár egy sportos város, ez nem kétség szerintem. Ezeket a sporthoz kapcsolódó dolgait Fehérvár a helyi sportinfrastruktúra fejlesztésén keresztül és üzemeltetésén keresztül képzeli el megvalósítani, és nekünk ebben is van feladatunk. Az első ilyen feladatunk 2013-ban az akkor Vodafone Arena, ma már ugye kosárlabda csarnok fejlesztésének a műszaki ellenőrzése volt. Aztán a Sóstói Stadionnak a 2017-ben befejezett zajló kivitelezésének, a felújítás kivitelezésének a műszaki ellenőrzését végeztük, és az átadástól mi vagyunk a műszaki üzemeltetői is a létesítménynek. A műszaki üzemeltetési feladatainkról és tevékenységeinkről higgyék el, hogy én egy külön ilyen fórumot is tudnék tartani, hogy mennyi minden feladatot látunk el. Most ilyen mélységében ebben nem mennék be, a teljesség igénye nélkül mutatnám be azt, hogy milyen feladatokat látunk el.
Szintén a sportlétesítményekhez kapcsolódóan szeretném elmondani azt, hogy nem csak a helyi sportszervezetekkel, hanem nemzetközi szintű rendezvények lebonyolításában is részt vettünk. A kollégáim és az ott résztvevő szervezők között köttettek barátságok, és nagyon kellemes emlékek, úgyhogy ennek a pillanatképeit láthatják, illetve alul azt az újabb büszkeséget, az Alba Arénát, amit napokon belül most már mondhatunk, hogy megnyitunk véglegesen a nagy közönség számára. A nyílt napokon sokan láthatták már. Ennek a létesítménynek a terveit is azok a tervezők jegyzik, amikor ez a tervezési folyamat zajlott, akkor nálunk dolgoztak. Majd projektmérnökként végig támogattuk az önkormányzatot a műszaki oldalon a kivitelezésbe. Higgyék el, az is egy komoly feladat az önkormányzat részéről, hogy ilyen léptékű volumenű beruházásoknál egyáltalán tárgyalóképes partnerként tudjanak részt venni egy ilyen beruházásba a beruházói oldalon önállóan. Úgyhogy nem hívnak meg külön külső piaci szereplőket, akik aztán majd a saját érdekeik alapján megfogalmaznak valamilyen véleményt, hanem van saját szervezetük erre, és képesek arra az érdekérvényesítésre, és képesek arra a kontrollra, ami kell ahhoz, hogy ezek a beruházások végül azt a célt elérjék, amit eredetileg szerettek volna. Ezek már az unalmasabb diák, és azért néhány gondolatba gondoltam, bemutatom a fejlődésünket. 2009-ben ugye az alakulás körüli időszakban, hosszú éveken keresztül ez a 100 millió forint körüli árbevétel volt, és ahogy a feladatbővülések megjelentek, úgy látják ezeket az ugrásokat, és most ugye jövőre, vagy az idei évben vélhetőleg már a 2 milliárd forint fölötti bevételt is el fogjuk érni. A létszám is ennek megfelelően alakult, és a kezdeti 7-9 fős létszámról már egy 120 fős gazdasági társaságról beszélünk, ami az épületüzemeltetéstől az imént felvázolt területeken részt vesz. Fontos az, hogy itt most megköszönjem polgármester úrnak azt, most már nem, de majd biztos meghallja, vagy valahogy eljut hozzá, azt a biztonságos hátteret és azt a stabilitást, amit mi a munkavállalóink felé azon keresztül, ahogy az önkormányzat állt mögénk, folyamatosan tudtunk biztosítani még azokban a nehéz időszakokban is, amikor a COVID vagy a legutóbbi háborús energiaválság időszakában szinte megoldhatatlannak tűnő kihívásokat és feladatokat tartogatott az önkormányzatok számára. Soha egy pillanatra el nem bizonytalanodott a városvezetés a tekintetben, hogy azok a munkavállalók komoly értéket képviselnek, és folyamatosan fent tudtuk tartani azokat a humán erőforrásokat, amik a feladatellátáshoz szükségesek. Szeretném itt még megemlíteni azt a kifejezetten jó együttműködést, ami az összes gazdasági társaságra jellemző, minden ügyvezetővel, ha nem is napi, de folyamatos kapcsolatban vagyunk, és egymás munkáját segítjük. Szerintem ez a városnak sokféleképpen hasznosul, és a kollégáimnak meg azt az odaadó és alázatos munkát, amivel rajtunk keresztül az önkormányzat személyesen is kapcsolódni tud az ügyfeleihez, legyen szó az önkormányzati bérlakásban lakó bérlőkről, vagy legyen szó egy sportszervezetről a maga sport létesítményébe. Ebbe fontos szerepünk van. A jövőről a legvégén a prezentációmnak néhány gondolatot. Nagyon fontos szerintem, hogy az imént bemutatott és nem teljes körűen az összes fejlesztést tartalmazó, de minden megvalósult fejlesztésnek a fenntartása megtörténjen, hogy azokat a célokat teljesíteni tudják, és akkor nyilván, ha valaki szeretne magának célokat keresni fejlesztésbe, az egészen biztosan talál. Vannak olyan hangzatos hívószavak, mint az okosváros, elektromobilitás, éghajlatváltozás, oktatás, egészségügy, bérlakás,
rendszer, művészetek, a belvárosi műemlékek, vagy Székesfehérvárnak az az országos jelentőségű nemzeti emlékhelye, aminek a kérdése még megoldásra vár. Szóval szerintem Fehérváron a városfejlesztés vonatkozásában rengeteg dolog történt, és a jövőben vannak még olyan megoldásra váró feladatok, amik megfelelő célokat ki tudnak jelölni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a türelmüket. A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2009-ben alakult TDM szervezetként jöttünk létre azzal a küldetéssel, hogy a helyi turisztikai szereplőket és a helyi kínálatot, összefogva a város turizmusának fellendítésén dolgozzunk, növeljük a város népszerűségét és a turisztikai adatok növelését is. Egy ilyen helyzetben egy szervezet feltérképezi a kínálatot, mi az, amiből építkezhet, összeáll egy vonzerő leltár. Fehérvár esetében ez igen gazdag, nagyon összetett adottságokkal rendelkezik a város. Egyszerre királyi város, és sportváros, ipari város, a művészetek városa, csodaszép barokk belvárosunk van, és katonaváros is vagyunk, és persze a mindig megújuló, innovatív város is. Ugyanakkor arra jutottunk nagyon hamar, hogy az unikális, megkülönböztető jegy, amelyre a turisztikai irányt alapozzuk, nem más, mint az a máshol át nem élhető, meg nem tapasztalható történelmi örökség, a királyi városi múlt, amivel rendelkezünk, Székesfehérvár koronázó város. A kezdeti időkben mindez korántsem képeződött le a látogatottsági adatokban, vagy éppen a vendégészaka számokban, sokkal inkább az üzleti turizmushoz, sportturizmushoz kapcsolódó vendégészaka számok voltak jellemzőek. Az utat és a feladatot kijelöltük magunknak. A szabadidős kulturális turizmus erősítése lesz elsődleges feladatunk. Nem csak azért, hogy ezt a vendégészakában tapasztalható anomáliát próbáljuk kompenzálni, vagy a szolgáltatókat erősítsük, hanem itt visszautalnék az előző előadásra, Guti Péter szavaira. Volt egy vízió, volt egy küldetéstudat, nem nekünk, hiszen mikor mi beléptünk a képbe, akkor már javában zajlottak olyan fejlesztések, azok előkészítései, amelyek bizony azt irányozták elő, hogy Székesfehérvár egy megkerülhetetlen, kihagyhatatlan örökségturisztikai helyszín legyen Magyarországon belül, és szerintem ennél tágabb körben is. Szintén a teljesség igénye nélkül hoztam, átugrottunk egy diát. Hoztam egy sort az elmúlt 10 év fejlesztéseiről, amelyekre támaszkodhatunk, amelyek a munkánkat segítették. Talán nem kell hosszasan magyaráznom, hogy 2013 miért volt mérföldkő nem csak a város életében, hanem a város turizmusának életében is, és az akkor befejeződött belváros rehabilitáció, illetve a székesfehérvári királyi napok útjára indítása hogyan támasztotta alá ezt a törekvést és azt az utat, amin járni kívántunk. Bizony a város, belvárosunk megtelt élettel, a Székesfehérvári királyi napok pedig egy emblematikus rendezvény lett, sokkal többet jelentett, mint egy esemény, ami 10 napra látogatókat hoz ide. A város imázsának, ismertségének, keresettségének abszolút megágyazott. De történtek időközben olyan fejlesztések is, amelyek nem feltétlenül illettek bele az eredeti elképzeléseinkbe. Így például az ökoturizmussal különösebben nem számoltunk Székesfehérvár tekintetében, míg nem a Sóstó rehabilitációja befejeztével kialakult egy olyan természeti érték, amely
számunkra is új lehetőséget, új dimenziót nyitott. A természetvédelmi terület, a stadion, a később hozzá csatlakozott vadvédelmi központ egy olyan kínálati egységet jelentett, amely egy új szegmenst jelentett a helyi turizmusban, új célcsoportokat tudtunk megszólítani. A marketing kommunikációnkban egyértelműen az ismertség növelésére fókuszáltunk. Ennek sajnálatos módon, vagy szerencsére kedvezett a Covid időszak, amikor az érdeklődés egyre inkább a természeti értékek felé fordult. Minden esetre nagyon-nagyon gyorsan néhány év alatt az országos kajlakampányban is az egyik kiemelt kajlapont lett a Sóstó természetvédelmi terület. A városi kínálatot újra pozícionáltuk. Azt tudjuk, hogy a helyiek nagyon nagy előszeretettel használják ezt a helyet, de ahhoz, hogy másoknak is meg tudjuk mutatni, ahhoz turisztikai terméket kellett létrehozni. Ez a mi munkánk, ugye, ahogy elhangzott, igen, van vízió, van fejlesztés, és van a további lépések, programok szervezése, vagy akár turisztikai termékek létrehozása, amelyekkel ezek a fejlesztések hasznosulnak. A Sóstó Látogatóközpontban létrejöttek a szolgáltatások, a célcsoportokhoz illesztett kínálati egységek. Természetesen mindez szoros együttműködésben a területért és a vadvédelmi központért felelő városgondnoksággal, illetve a stadiont üzemeltető városfejlesztési KFT-vel. Itt is utalnék arra, hogy bizony ez mindig egy közös munka eredménye, ami zajlik. Lehetőségünk lett arra is, hogy szélesítsük a kínálati képet a kulturális és ökoturizmus összekapcsolásával, olyan frissebb, újabb kínálatot tudtunk piacra juttatni, ami szintén segítette a turizmus fejlődését. Nézzük meg például az Aranybulla emlékév esetében milyen eredményeket hozott a turizmusban a városfejlesztés. Az Aranybulla emlékév kapcsán és nagyon sok fejlesztés érett be. Az Aranybulla emlékmű felújításán kívül a Szent István Király Múzeum rendház épületének felújítása, amely egy országos hatókörű Árpádház történetét bemutató kiállítással debütált. Mi ehhez még hozzájárultunk egy királyi desszertverseny meghirdetésével is, és így létrejött tulajdonképpen egy olyan kínálati egység, amely minden szempontból alkalmas volt arra, hogy utazási motiváció jelentsen mindazoknak, akikhez el tudtuk juttatni a hírét mindennek. A marketing kommunikációban elsődleges feladatunk az imázsépítés volt, de nem feledkezhetünk meg a konkrét hozadékról, a forgalom élénkítésről sem. Néhány szám ennek alátámasztására látható: a belföldi vendéghelyek száma 34%-kal nőtt 2022-ben, ismert adat, hogy a királyok és szentek időszaki kiállítást több mint 44 ezer fő látogatta meg, ami pedig nálunk csapódott le. A Turinform iroda látogatószáma 34%-kal nőtt ebben az évben, a vezetéseink száma pedig megháromszorozódott. Az adatok után még egy néhány adat a város turizmusának alakulásáról. Valójában egy vendégészaka számdiagramot hoztam, nem is az adatok lényegesek, hanem a görbe maga, amely 2009 és 23 között mutatja a vendégészaka számok alakulását. Jól nyomon követhető a 18-19-ig tartó élénkülés, fejlődés, majd a Covid évek alatti megtorpanás. A 22-23. Év kiugró adatait annyiban kell pontosítani, hogy itt történt egy statisztikai adatgyűjtésben egy változás. 21-ig a KSH adataival dolgoztunk, a kereskedelmi vendégészaka számokkal, 22-től pedig az ENTAK, azaz a Nemzeti Adatszolgáltató Központ adataival az össz vendégészaka számot mérjük. Egyébként egy kis árnyalni ezt a képet a 23-as szállástípus szerinti megoszlásból látszik, hogy mindezzel együtt is kiugró évet zártunk. Még 22-höz képest is azt mondom, hogy 23-ban 10%-kal nőtt a vendégek száma a szálláshelyeinken, a vendégészakák száma pedig 46%-kal.
és a mi 15 évünk néhány számban. Egy szervezeti egységgel indultunk annak idején 3 fővel, mára 4 szervezeti egységünk működik, 18 munkavállalóval. 2010-ben kezdtük meg a város értékeinek bemutatását idegenvezetések szervezése által, akkor 6 ilyen programot hirdettünk. A tavalyi évben a Sóstól Látogatóközpont programjaival együttesen 624 olyan programot bonyolítottunk be, amely a város kulturális, történelmi, természeti értékeinek az átadását szolgálta. A vendégészaka növekedésről pedig az előbb már szó esett. És nézzük a munkánkat, tevékenységünket a szervezeti egységeken keresztül. A Turinform iroda fenntartását 2010-ben vettük át az önkormányzattól, az akkor Magyar Turizmus ZRT, ma Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött névhasználati szerződés alapján. Ez azt jelenti, hogy különböző arculati és szakmai előírásoknak kell megfelelnünk, egy franchise szisztéma alapján működik az irodánk, meglehetősen komolyan monitoroz bennünket a Magyar Turisztikai Ügynökség évről évre, annak érdekében, hogy az egyébként új Turinform arculat és Turinform szellemiség érvényesüljön és megvalósuljon, egy barátságos, szakmailag felkészült és személyes törődést igénylő iroda alakult itt ki. Egyébként 2020-ban sikerült egy visszanemtérítendő pályázati támogatás során az irodánkat felújítani, átalakítani, úgyhogy immár az ajándékbolt és a jegyirodai szolgáltatásunk is ide került. És egy adat még pluszban, érdekesség kedvéért folyamatosan mérjük a betérő látogatók számát forgalomszámlálóval. A 13-14 év alatt 276 ezer személyes látogatót fogadtunk itt az irodában. A Turinform iroda fő tevékenysége az információszolgáltatás, ez valójában a mi fő tevékenységünk is, de ezen túlmenően legalább annyira fontos a város értékeinek bemutatása. Természetesen a kollégáim ilyen mennyiségű város bemutatást nem tudnának elvégezni, úgyhogy ebben az elkötelezett és felkészült idegenvezető csapat van segítségünkre, akikkel 2010 óta dolgozunk együtt. Néhány elrettentő szám, még 3300 városnéző programot bonyolítottunk le, 84.500 résztvevővel az elmúlt időszakban, szerintem ez maga magáért beszél. Ezek között a programok között vannak olyanok, amelyeket csoportok megrendelnek tőlünk, illetve olyanok, amelyeket mi találunk, ki hirdetünk meg, mint például a királyi óriásbábok megtekintését a fűtőerőműben, köszönet a szép hozzáállásának, akik lehetővé tették ezt nekünk, de szerepel ebben Halloween túra is, mint az egyik képünk szemlélteti, amelyet viszont a Himerházban a Városfejlesztési Kft. Együttműködés és ennek köszönhetően tudunk lebonyolítani. A Sóstó Látogatóközpont szakmai feladatellátása 2019-ben került hozzánk. Itt elsődleges feladatunk a természetvédelmi terület bemutatása, de legalább ilyen lényeges a környezeti nevelés, ökotúrákat, különböző tematikus programokat szervezünk, és rengeteg interaktív foglalkozást gyerekcsoportoknak, óvodástól középiskolás korosztályig keresnek bennünket. Hát ezért kellett a turisztikai termék, hogy eladható, értékesíthető módon tudjuk ezeket a csoportokat becsatornázni. 2023-ban 335 programot jegyeztek a kollégáim, és 2 alkalommal volt szerencsénk már megrendezni egy környezettudatosságra épülő rendezvényt is, Tisztán látszik címmel, ahol szintén több
önkormányzati cég is velünk tartott, akkor még ugye a Fehérvíz önkormányzati keretek között, vagy a depónia, úgyhogy az együttműködés töretlen. Most pedig lehetőséget kaptunk arra, hogy május 1-én idén a látogatóközpont 5. születésnapját hasonló rendezvény keretében családi napként megünnepeljük. A Szent István Király Múzeum rendház épületének felújítása során létrejött egy múzeumshop helyiség, amelynek az üzemeltetését ekkor átvettük. Nem csak az üzemeltetést végezzük, itt termékfejlesztést és beszerzést is. Itt látható, hogy a múzeum időszaki kiállításaihoz, illetve az Aranybulla emlékével kiegészítve ez alatt az időszak alatt 22-ben, 23-ban 5 termékcsaládot fejlesztettünk, terveztünk, szereztünk be, körülbelül 170 fajta ajándéktárgyat hoztunk létre és értékesítettünk. Ez év januárjától még egy lábunkat betettük a Sóstói stadionba, ahol a Vidi Múzeum szakmai feladatellátását is megkezdhettük. Itt is elkezdtük kialakítani a szolgáltatásokat, a jegy- és bérletértékesítés mellett tárlatvezetéseket, stadiontúrákat, egyéb tematikus programokat tervezünk, és a Kölyök Klubban pedig terveink szerint elsősorban a helyiek nagy örömére lesz lehető olyan közösségi, ezt a helyet olyan közösségi térként használni, ahol akár születésnapok, bármilyen klubok, interaktív foglalkozások szervezésére lehetőségünk nyílik. Nagy örömünkre velünk tartanak ebben a munkában a 1984-85-ös UEFA kupa döntős csapat tagjai is, akik személyes élményeikkel tudnak hozzájárulni, hogy színesebb és élményszerűbb legyen a program. Mivel foglalkozunk még? Hát ez sem teljes felsorolás. Elsősorban a Turinform iroda kollégáira hárul elég sok adminisztratív feladat is. A NETA, vagyis Nemzeti Turisztikai Adatbázis töltését és frissítését végezzük. Nem csak Fehérvárról beszélünk itt, a megyén belül, vármegyén belül 42 település tartozik a gyűjtő területünkhöz, az itt található turisztikai objektumok kezelését, információin naprakész frissítését is végzik a kollégáim. Részt vettünk az ENTAK kötelező regisztrációja során a szolgáltatók segítésében is, ehhez elég alapos képzésen vettek részt a Turinformos kollégáim. Egyébként a Turinform visszautalva a névhasználati szerződésre, annak szabályozására rengeteg képzést is előír, úgyhogy ezeken a kollégáim kötelező jelleggel folyamatosan részt vesznek. Ez biztosítja, hogy a Turinform előírásoknak megfelelően működjünk. Van egy szabaduló szobánk, amelyet mi fejlesztettünk és üzemeltetünk a Hímerház egyik pince helyiségében. Most éppen egy új játékmenet fejlesztése zajlik. Remélem, hogy hamarosan azzal előrukkolhatunk. Tavaly a Maketusszal együttműködésben a kerékpáros barátszolgáltatók minősítését is végeztük. És a Virágos Magyarország zsűrizésében is évek óta részt veszünk a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából. A végére marad, de talán ez a legfontosabb, leghangsúlyosabb tevékenység, amely a back office-ban történik elsősorban, a városmarketing. Marketing valamennyi területén, platformján tevékenykedtünk az elmúlt években. Egyébként a kinti tablón ebből egy kicsit több hát érdekességet lehet látni. A legutóbbi időszak változásainak köszönhetően a marketing tevékenységünk az utóbbi időben erősen áttevődött az online térre. Ezek a legutóbbi digitális fejlesztéseink, 19-ben a Sóstó oldalával egyébként az év honlapja díjat is elhoztuk turizmus kategóriában, erre nagyon büszkék vagyunk. Fejlesztettünk egy tematikus útvonalakat, egyéni látogatóknak végigjárható webapplikációt, ez a Fehérvár
Fehérvár neked névre hallgat. A Nyisfehérvár digitális kedvezménykártyát 20-ban indítottunk útjára a COVID utáni újraindulás segítésére, amelyben különböző kedvezményeket, illetve egy kedvezménykártyát kapnak a városszálló vendégei már együtt töltött éjszaka után is. Már 19 óta jelen vagyunk a Google rendszereiben virtuális városi túrával, milliós megtekintésről tudunk itt beszámolni. Ezek a fejlesztések mind a szakma elismerését kivívták, de ezen túl van még jó néhány dolog, amire büszkék vagyunk. Ugye, mint mutatom, 7-szeres városmarketing díjas a szervezetünk. 2017-ben a Panoráma busszal és a Szent István mozdonnyal, 2020-ban az Élás érez imás filmünkkel, 22-ben a Királyi Desszert versennyel nyertük el a Magyar Marketing Szövetség elismerését. Több minden van még. Itt az alsó sorban az utolsó képbe becsempésztem egy diátadó gálát. Ez volt az egyik nagy lépés az életünkben. Ugye mondtam, hogy 10-ben vettük át a Turinform iroda üzemeltetését, és 14-ben a turizmus gálán a kongresszusi központban vehettük át az év Turinform iroda fenntartója díjat. A szakmai munkánk a szakmai szervezetek részéről tehát visszaigazolást nyertek. Az a tevékenység, amit végzünk, azt gondolom a látogatottsági adatok növekedésében is tükröződik. Természetesen nem csak a mi munkánk, de azt remélem, hogy hathatósan hozzájárulunk ehhez. Feladat mindig van, és újabbak is lesznek. A legújabb fejlesztések például a multicsarnok nyilvánvalóan nem csak a sportturizmust, hanem a hivatásturizmust is segíti, de a különböző konferenciák, expo, kulturális rendezvények lehetősége révén a kulturális turizmusban, illetve a programturizmusban is tudunk előre menni. Nekünk ilyenkor nyilván ezek a fejlesztések mindig új kihívást, új feladatot jelentenek. Itt nyilvánvalóan az lesz a feladatunk, hogyan csatornázzuk be a város turizmusának vérkeringésébe mindazokat, akik akár csak egy rendezvényre is érkeznek ide, és ugyanez a helyzet egyébként a kulturális fejlesztésekkel, a Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont központjának, vagy a rendházban tervezett időszaki kiállításoknak, országos hatókörű időszaki kiállításoknak a látogatóival, de hát tudjuk jól, már megtapasztaltuk, hogy a kínálati egységek összeillesztésével igazán vonzó képet tudunk magunkról kialakítani. Nagy kihívás lesz majd a kerékpáros turizmusban, a Fehérváron áthaladó fejlesztések nyomán a kerékpáros turisták becsatornázása, elérése és becsatornázása, de az ökoturizmus területén is tovább tudunk és kell haladnunk. Összegzésképpen azt szeretném elmondani én is, és ez nagyban összefügg azzal, amit Guti Péter is elmondott az előzőekben. A városi fejlesztések a turizmusban számunkra kínálati elemek válnak, képződnek. Ezek összessége adja a város turisztikai vonzerejét, amely nagy mértékben megalapozza a város imást is, márpedig, hogyha ezek erősödnek, akkor a kereslet is erősödik élénkül, amely nyilván újabb és újabb fejlesztéseket generál, és ezeket nem ad hoc jelleggel, hanem egyfajta tudatos tervezés, vízió és küldetés tudat alapján. Mindez pedig nem másért történik, mint a helyi lakosság életminőségének javításáért, a fenntarthatóságért, a város lakosság megtartó képességéért.
Ezen dolgozunk mi, partnereinkkel, idegenvezetőinkkel, akiknek nagyon-nagyon sok köszönettel tartozunk mindenkinek a hatékony együttműködéséért, a segítőkészségért, kollégáimnak, egykori és jelen kollégáimnak is, akik szívvel, lélekkel dolgoznak ezen a területen, hiszen tudjuk jól, a turizmusban majdnem mindenki frontban van, sőt, mondhatnám, a Turinform iroda kollégái, a város arcai egyben van, aki városunkba érkezve először a Turinform irodába lép be, és az, hogy ott mit tapasztal, nagyban meghatározza a városról kialakított képét is. Tehát köszönöm mindenkinek az odaadó munkáját, köszönöm a városvezetésnek a bizalmat és a támogatást, amit élveztünk az elmúlt időszakban. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a köztérben a közszolgáltatók konferenciájára kalózoltuk el önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.